Párhuzamosan is láthatják majd a lakosok a régi és az új vonalszámokat a Kekó járatain egy átmeneti, de hosszabb időszak alatt. Dr. Homoki Tamás alpolgármester tanácsolta ezt a megoldást ahhoz, hogy a kecskeméti lakók is megszokják az új rendszert. A vonalszámozás kérdése tehát visszakerül az ezt tárgyaló szakbizottság elé, majd kitűznek egy újabb időpontot az új számok bevezetését illetően. Dr. Homoki Tamás hangsúlyozta, az új számok bevezetése szakmailag indokolt. Szeretnénk, hogyha minél több fiatal, a városunkba érkező új közösségi közlekedést használó is egy átlátható és logikus rendszer alapján tudna gondolkodni, és úgy gondoljuk, hogy a három számjegyű számozás az egy viszonylag rövid kommunikációs tájékozódási időszak után könnyen elfogadhatóvá válik. Október 28-ától változott volna meg a helyi járatok vonalszámozása Kecskeméten. Erre azért lenne szükség, hogy rendszeresítsék a számozások jelenlegi összevisszaságát. A mai közgyűlésen a baloldali szövetség a híres Városért Egyesület frakció vezetője. Király József azt javasolta, hogy minden maradjon a régiben a háromjegyű autóbusz számozás nélkülöz minden korábbi hagyományt. Elmondtam azt is, hogy számos magyar nagyvárosban annak ellenére, hogy nagy fejlődésen mentek keresztül, megtartották a korábbi törzsvonalak számozását, melyek többnyire egy vagy két számjegyűek voltak. Dr. Homoki Tamás leszögezte, arról szó sem lehet, hogy minden maradjon a régiben, mert akkor sose fejlődne semmi. A városi közlekedésért felelős alpolgármester több ajánlatot is tett a baloldali frakció képviselőinek. A viszonylag közeli október 28-i bevezetési időpontot azt halasszuk el. Ezt én elfogadom. A másik része arról szól, hogy az új közgyűlésnek a szakbizottság, a működő városbizottság ismételten tárgyaljon erről a dologról. Hozzáteszem, a tárgyalás az nem egy döntési jogosultságot jelent, hanem a Kekó ügyvezetője álláspontjának a megismerését, és nyilvánvaló egy polémia elindítását erről a dologról. Levicki Ciril önkormányzati képviselő napi rendutáni felszólalásában úgy vélte, a kecskeméti buszok jelenlegi számozása kaotikus, és az új számozás logikusabb, áttekinthetőbb lesz. Kiemelte ezen kívül, hogy a kecskeméti buszflotta az országban az egyik legfiatalabb és rendkívül alacsonyak a bérletáraink is. Példaként említette, hogy Szegeden egy diákbérlet 5000 forint felett van, míg kecskeméten 100 forintba kerül.